zaszófői 132/22 kV-os alállomás területén vagyunk, ami tökéletes választásnak bizonyult az energiatárló telepítésére, mely a Balaton északi partjának pont a közepén helyezkedik el, ahol nagyon-nagyon erősen érződnek a fogyasztásbeli különbségek a július és augusztusi kiemelt hónapokban, a péntektől vasárnapig terjedő időszakokban a tároló az mindvégig az áramhálózat szolgálatára áll, és ennek a transzformátor állomásnak a működését segíti a rugalmasságával. A mögöttem látható három eszköz külön került a helyszínre szállításra. Az első, amit láthatunk, az energiatároló konténer, melybe aztán külön kézérővel kellett berakni azt a 150 darab akkumulátor modult, amik egyenként is 150 kilót nyomnak. A második eszköz a konverter, ami az energia átalakításért felel. A harmadik pedig a betonházas transzformátor állomás, melynek célja az, hogy az itt előállított és tárolt energiát, aztán a köztérű hálózat felé tudjuk továbbítani. Jó, ennyi! Meglehetősen kihívásos daruzási művelettel tudtuk helyre rakni ezeket a berendezéseket. Először az energiatároló konténert helyeztük le, ezt követően a konvertert, végül pedig a betonházas transzformátort, melyet úgy szintén három részletbe kellett lehelyezni. Ez a 150 darab akkumulátor modul összesített teljesítménye 2 megavolt amper, és a tárolókapacitása az 2 megawatt óra. Ez az eszköz, ez egy átlagos háztartásnak a teljes éves energiaigényét képes eltárolni. Az energiatároló az innovatív mivoltából fakadóan több funkciót is el kell, hogy lásson, és mindegyiknek a célja az az, hogy a hálózati rugalmasságot és a jövőbeni megújuló energiatermelők integrálhatóságát elősegítsük. Célunk az, hogy az ügyfeleknek mindig stabil és egyenletű hálózatot tudjunk biztosítani, hogy a következő balatoni nyári szezont már teljes értéken tudjuk támogatni az alállomás felé.